A szerbiai első A-liga 6. fordulójában ismét elszalasztották a 2 pontszerzés lehetőségét az óbecsei vízilabdázók, mert valamivel több mint 3 perccel a meccs vége előtt egyenlítő gólt kaptak a belgrádiaktól, miután a játszma 8-8-as eredménnyel ért véget. A meccs nagy részében a tiszaparti fiúk vezettek, míg a vendégeknek 2-szer sikerült kiegyenlíteniük. A 3-3-as állásnál, valamint a már említett 8-8-as végeredménynél. Bár elsőként a vendégek vezettek 1-0-ra, az első negyedet 3-1-re sikerült lezárniuk az óbecseieknek. A második játék részben 3-3-ra döntetlen volt az állás, a félidő pedig 6-4-es eredménnyel zárult. A harmadik és a negyedik negyedben a gólkülönbség a vendégek oldalára állt, akik mindkét negyedet 1-2-re zárták a maguk javára, a játékrész legvégén pedig pontot tudtak szerezni Óbecsétől. A becsei gólszerzői Kupresák, Szirotánovics és Popov 1-1 találattal, Korovjev 2-t szerzett, míg Mészáros 3-szor is megrezegtette a Belgrád hálóját. Ami az egyetlen pozitívum az az, hogy nem veszítettünk, az összes többi az teljes mértékben negatívum. Állandóan ugyanaz ismétlődik, ha 3-4 pontos előnyt valósítunk meg, akkor egyesek nagy góllövőkké válnak, amit saját maguk döntenek el, és nem közösségi játékot játszanak, hanem egyénit. Ezen még sokat kell dolgoznunk, hogy ez ne így legyen. Már megígértem nekik, hogy csak abban az esetben, és azokkal megyünk meccsekre, akik a csapat tagjai szeretnének lenni és maradni, nem pedig egyéni játékot űzni, mivel a vízilabda egy kollektív sport. Szembetűnőek a hibáink, de okosabb leszek, miután visszanézem a videó másolatot. A játék első részében mindent kézben tudtunk tartani, azután pedig odáig jutottunk, hogy még azt az egyetlen 1 pontot is elveszítettük. Ezek voltak azok a meccsek, amelyekben arra számítottam, hogy megnyerjük a játékot. Az előző mérkőzést a Száva ellen is elveszítettük, és még rosszabb jellemünket mutattuk meg, hiszen egy olyan csapattól kaptunk ki, akik 2-szer gyengébbek nálunk. A következő, ami az óbecseiekre vár, 2 idegenbeli meccs. Első vendéglátójuk a 8 ponttal második helyen álló Zemun lesz, utána pedig a 6 ponttal 7. helyen álló Banyicával csapnak össze. 2 igazán nehéz vendégszereplés előtt állunk. Valami módon muszáj újraélednünk, hogy minél jobban lejátsszuk ezt a 2 meccset. Az utolsó összecsapás itthon lesz, Pancsova csapatával mérkőzünk meg, ahol körülbelül valami hasonlóra számítok.